Hideg zuhanyként érte az egészségügyi szakdolgozók nagy részét, amikor megkapták a novemberi már megemelt fizetésüket. A Népszava írta meg, hogy sokan várták a 20%-kal magasabb bért, kiszámolták, mennyivel keresnek majd többet, de az SMS annál kisebb összegről jött. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint idén ez már másodszor fordult elő. Már most januárban is 14% helyett 13% volt az emelés mértéke, most novemberben 20%-os alapilletmény helyett 16,5% a januárihoz képest, vagy az előző havihoz képest. A különbség oka, hogy az egészségügyi szakdolgozók több lépcsős béremeléséről szóló megállapodásban az áll, a 2018-as évi fizetéseket veszik alapul. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkeresésünkre azt írta, ez mindenki számára nyilvánvaló volt már a 4 lépcsős béremelés elfogadásakor. Ez a legtöbb egészségügyi szakdolgozó esetében havi 30-55 ezer forintos többletet jelent. Az egészségügyi jogállásról szóló törvény az orvosok esetében ennél lényegesen jelentősebb 2-3-szoros bérnövekedést biztosít, míg a szakdolgozók esetében a jogszabály csak kötelezettségeket ír elő, ezeket ugyanakkor nem kompenzálja. Emiatt egyre gyakoribb a feszültség az orvosok és a szakdolgozók között a független egészségügyi szakszervezet szerint. Vagy úgy fognak reagálni, hogy akkor végezze az orvos azt a munkát, ami az ő dolga, mert eddig nagyon sok mindent ők maguk is átvállaltak ebből. Másrészt pedig nagyon sokan azt tervezik, hogy el fognak menni, mert ez nem csak egy pénzkérdés, hanem az ő munkájuknak a lebecsülése is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy terveznek-e plusz béremelést az egészségügyi szakdolgozóknak, hogy csökkentsék a bérfeszültséget. Azt írták, hogy 2022-re egy ápoló átlagosan 2,5-szeresét fogja keresni annak, mint amennyit 2016 előtt keresett. A korábbi megállapodás értelmében legközelebb 2022. januárjában emelkedik a szakdolgozók bére 30%-kal. Azt szintén a 2018-as bérhez képest számolják majd.